Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket ebben az évben is, a 2019-es évben. A mai üzenet címe Lép ki a komfortzónádból. Ézsaiás 41.10-ből idéznék. Ne fél, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Két dologtól félünk legjobban. A kudarctól és a kritikától. Pedig ez a kettő mindig jelen lesz életünkben. Leküzdhetjük félelmeinket, de újra felbukkannak valahányszor új kihívással nézünk szembe. A félelmet úgy tudjuk legyőzni, ha ahelyett, hogy menekülnénk előle, elfogadjuk az élet vele, vele járójának. Ha visszatekintünk mindig arra, amivel már megbirkóztunk, rájövünk, hogy kudarc legtöbbször nem okozott tartós veszteséget, sőt, csak erősödtünk általa. Ha aggódsz vagy szorongsz valami miatt, Isten azt mondja neked. Ne félj, mert én veled vagyok. bízhat benne, és lép ki a komfortzónádból. Egy ismeretlen szerző így fogalmazta ezt meg. Régen volt egy komfortzónám, ahol tudtam, nem valhatók kudarcot. Körülbásáztam magam csendes elfoglaltságaimmal, de ezek a falak a komfortzónámat inkább börtönné tették. Vágytam arra, hogy megtegyek olyan dolgokat, amiket soha azelőtt mégis megmaradtam a komfortzónám falaim belül. És fel alá jártam, ugyanabban a szobában. Azt mondtam, nem számít, hogy nem teszek meg sok mindent. Azt mondtam, nem érdekelnek álmok, célok és ehhez hasonlók azt állítottam, hogy nagyon lefoglalnak a magam kis dolgai, de mélyen belül arra vágytam, hogy legyen valami külön, különleges az életemben. Nem, hagyhattam, nem hagyhattam, hogy az élet csak úgy elmenjen mellettem, miközben mások nyernek. Vettem hát egy nagy levegőt, kiléptem és engedtem, hogy a változás megkezdődjön. Megtettem az első lépést, és olyan, ült, olyan újult erővel, amilyet soha azelőtt nem éreztem. Búcsút intettem a komfortzónámnak, aztán becsuktam és bezártam az ajtót. Ha még te is a komfortzónádon belül vagy, és félsz lépni, kilépni, ne feled, egykor a győztesek is tele voltak félelemmel. A mai üzenet számodra ez. Idén lép ki a komfortzónádból. Amikor Izrael népe a pusztában nehézségekkel szembesült, bár érthetetlennek tűnik. Mégis vissza akartak térni régi életükhöz, az egyiptomi rabszolgaságba. Az ismert biztonságba kevésbé volt fenyegető számukra, mint az ismeretlen kihívás. Ezért az Úr ezt mondta nekik. Nem is egyszer, de kétszer, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük mert maga az Úr, a te Istened vonul majd veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el. Miért mondta ezt? Mert a félelmet úgy lehet leküzdeni, ha cselekvésbe fogunk, ha szembenézzel a félelmeiddel, uralkodni tudsz rajtuk, ha vállalod a küzdelmet a problémáiddal, elvesztik rajtad a fogást. Szembe mersz nézni azokkal a dolgokkal, amelyek megrémíten, megrémítenek, azzal ajtót nyitsz a jövőnek. Egy bölcsember egyszer ezt mondta. Ragad meg a, bika szarvá, a, a bikát szarvánál, és kényszeríts, hogy írgalomért nyöszörögjön. A Bibliában szinte kivétel nélkül minden ember, aki Isten nagyon do, nagy dolgokra hívott, alkalmatlannak érezte magát, és ezt ki is mondta. Mit válaszol nekünk Isten? Ne fél, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41.10-ben található. John Mason írta a biztonság iránti vágya útjában áll, minden nagy és merész álomnak. A biztonságérzet sok esetben az első lépés a stagnálás felé. A bátorság, amikor az ember mer nagyokat álmodni, az első második és harmadik legfontosabb dolog, ha semmit nem próbálsz meg. Ne is számít semmire. Tehát bármilyen lehetőséggel találkozol, vagy akadályal szembeszülsz ma, vedd számításba Istent. Ő mellette áll akkor az, amivel rendelkezel, mindig nagyobb, mint az, ami hiányzik. Isten áldjon.